A májusi közgyűlésen ismét több témában tárgyalt a képviselőtestület egyebek mellett a térkamera hálózatnak a fejlesztéséről, ami, hogyha minden igaz, akkor Kanizsa belvárosát, illetve Bagolát is érinti. Miről döntöttek a képviselők? Így igaz, ez egy nagyon fontos napi rendi pont volt. De akkor, amikor februárban elfogadtuk a költségvetést, akkor külön soron 20 millió forintot jelöltünk meg a térfigyelő kamera rendszernek a megújítására, illetve bővítésére. És ez úgy működik, hogy ilyenkor a mi szakembereink leülnek a rendőrkapitányság szakembereivel, végig gondolják, hogy hol kellene esetleg éppen kamerát cserélni, mert jelen pillanatban erről is szó van. Vannak olyan régi kameráink, amelyeket le kellett, hogy cseréljük, valamint ö, olyan helyek, ahol még korábban nem volt. Többek között Bagolát tetszett említeni valóban, ott is, aztán Miklósfán, a belvárosban is helyezünk el térfigyelő kamerákat, mert az a tapasztalat, hogy ö, ez nagyon fontos a biztonságunk és a, a bajnak a megelőzésére e, szolgál, és sokat segít. Tehát akkor, amikor egy területet, egy térfigyelő kamera figyel, és ezt a rendőrség teszi meg, hiszen e, hozzájuk van bekötve, ők figyelik, sok esetben segít is egy bünténynek a felderítésében, tehát erre a város önkormányzatának mindig forrást kell biztosítani. Tehát a jövő évi költségvetésben is természetesen ezt meg kell tenni, mert nincs ennek vége, hiszen a mindannyiunknak a biztonságáról van szó. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a napi rendet 12 igennel mindannyian támogattuk és elfogadtuk. Aztán beszámolókat hallgattunk meg a katasztrófa, a védelem és a tűzoltóságnak a beszámolóját mindig tájékoztatnak bennünket így május tájékán az elmúlt évi történésekről, terveikről, és hát megállapíthattuk azt, hogy kevesebb volt az olyan katasztrófa, hála Isten, hogy ez így van, meg olyan tűzeset, ahova ki kellett, hogy vonuljanak, és megköszönte a közgyűlés tulajdonképpen a az elmúlt évi munkájukat. Egy kis fejlesztés is történt például a tűzoltóságnál a, a régi épületben. Aztán egy, egy beszámolót hallgattunk meg, az óvodai beiratkozások megtörténtek, és ebben a tájékoztatóban a képviselők láthatták azt, hogy a gyermek létszám, tehát most ott tartunk, hogy hogy így stagnál, tehát nem csökken az óvodába beiratkozottaknak a száma. 53 csoport működnek majd szeptembertől az óvodáink, ami szintén ebből kiderült, hogy kevés az óvónő. Tehát várjuk a fiatalokat, várjuk a pályakezdőket, hogy jöjjenek és próbálják ki magukat, mert közben-közben nyugdíjazás van, és, és hát próbáljuk, vissza a fiatal nyugdíjasokat próbáljuk azért megszólítani, hogy jöjjenek vissza és segítsenek ebben a munkában. Tehát ezt a beszámolót megint csak mindannyian egyhangulag elfogadtuk.